tavaly szezonban is hasonlóképpen szezon közben csatlakozott be, és az idei évben is ugyanezt a szerződést sikerült aláírnia. Decemberben csatlakozik az együtteshez. Második ember előnye tehát a Ferencvárosnak. Nézzük, hogy ezúttal mire jutnak. Az első annyira nem sikerült jól, ez viszont egyből jól indul Kestila, és rendkívül gyorsan, 6 másodperc alatt ki is használja a Ferencváros. Kestila hogy maradt ott ennyire üresen? A bulit követően. Szabó egyedül, most teszi vissza Schleckmannnak, Schleckmann megint az emberek között tekereg, és Schleckmann meglövi! Ott van az egyenlítő találat! És emberelőnyből szerzi meg az 1-1-et, a B, a HC. Egy gyönyörű szép, hát mondhatni Schleckmann egyéni akciónak, az otthagyás után ugyanis egyedül tudott belépni. Mózer a bulinál, el is tudják hozni Vorobjov. Vorobjov el is lövi! Vorobjov belövi! Gyönyörű szép gólt lő! Az óriás. Az is lehet, hogy beleért valaki a kapu előtt. Mózer indul el kapu felé. Még esélyből is elhozza Brady. Brady be. Ott megjátsza a Fradi. És rendkívül gyorsan a buli után kihasználják. 6-4-ben. Egy gyönyörű háromszögelésnek köszönhetően. Vikila nem tud elszaladni szólóba, de ezt eladja, és Schleckmann meg is húzza. Nincs kiállítás. Ott közben jön egy blokkolás, kapu előtt, Posgai előheti, és megpattan. Talán ott volt az, aki beleért kapu előtt. Nagyon szerencsétlen a Fradi. De megnyeri a meccset a BIA. Rott a kapu előtt, rosszul él bele, arany. Nem volt senki előtte, BIA-s, semmi takarás, egy rossz beleérésnek köszönhetően. Megnyeri a BIA HC ezt a mérkőzést,